Az egész világ, és minden, amit mi arról tudunk, vagy tudni vélünk, az nem egészen úgy van, ahogy azt a legtöbb ember gondolja. És talán ez a információ alá fogja ezt támasztani nagyszerűen. A világ országai együtt dolgoznak azon, hogy megvalósítsák azt, amit úgy hívunk, hogy új világrend. Ez demonstrálni fogja ezt. Ez a Build Back Better, ez annyit tesz, vagy Building Back Better itt ebben az esetben, hogy visszaépíteni jobban. Képzelje mindenki, hogy az egész világ egy rugóra jár, és ez az Egyesült Nemzetek Szervezete, meg ezek a különböző intézmények, illetve tanácsok, bizottságok, uniók, azok, akik meghatározzák ennek a menetét. Vaccine policy is economic policy. Nem kell, hogy hazudjanak továbbá. Nincs rá szükség. Azért, mert a legtöbb ember nem érti, hogy mi történik, meg nem is érdekli. Ezért hát elmondják, hogy ez egy gazdasági lépés. Persze ők arra fogják, hogy illetve hát ő majd most elmondja, hogy mi a szituáció, legalábbis ahogy policy. Ő értelmezi ezt. Smart policy. Persze, hogy smart policy, hogy okos politika. Azért, mert ez lesz a katalizátora annak a változásnak, ami elindított minket a lejtőn, ahol nincsen megállás. Ez trillió, nem billió, ez sajnos rosszul van fogalmazva. 9000 milliárd dollárt adnak hozzá a globális költségvetéshez, ami azt jelenti, hogy a pénznek nem lesz értéke. Értse meg mindenki. Ez egy egyszerű közgazdaságtani alapelv. És én nem értek a közgazdaságtanhoz, de azt tudom, hogy amiből több van, annak az értéke csökken. Dreams are my speciality. Through dreams I influence mankind. Álmok, álomvilág. Beletek volna ott, akkor biztos, hogy nem jut el idáig a... Nem, ez nem biztos. Hogy lenne már biztos? Ezt nem lehet tudni, hogy ez biztos, vagy nem. Az állapotok, hogy ennyire válságosra válik. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Meg kell ragadni ezt a lehetőséget. Az oltása semmivel nem jár együtt, igazából maximum egy napos levertséggel. Amelyik arra, ez Russia Today. Amik arról beszélnek ugye, hogy micsoda mellékhatásai vannak a védőoltásnak, ez FDA, az Amerikai Food and Drug Administration, élelmiszer és hát drog adminisztrációs hivatal, vagy valamilyen intézmény ez Amerikában. Arról beszél, hogy Pfizer 160 ezer káros mellékhatást, illetve káros reakciót regisztrált eddig a védőoltásokkal kapcsolatban. Ez ugye a kezdeti hónapokról szól, szóval nem, ez nem egy átfogó tanulmány, 2021. december 12. Ez a kezdeti időszakról van szó. És mindjárt megmondom, hogy mikből áll ezek. Ezek közül 1223 volt halálos. A 60%-a az embereknek, akik kórházba kerülnek, azokat már kétszer beoltottak. A 60%-át. Az oltás véd. And that's not surprising, because the vaccines are not 100% effective. És azt mondja, hogy ez nem meglepő, hisz a védőoltás az nem 100%-ban hatékony. Jelenleg az egész földgolyón egy gyógyszerkísérlet zajlik. They're very, very effective, but not 100%. Nagyon hatékony, de nem 100%-os. Szóval magyarázza azt el nekem valaki, hogy lehet az, hogy 60%-a az embereknek, aki kórházba kerül. Itt elmondja, nem én találtam ki. Azt mondja, hogy 60%-a, aki kórházba kerül, az kétszer be van oltva. One in this room is now dumber for having listened to it. Mint ahogy ez így is van, szerintem. Nem is volt semmi értelme annak, amit mondott. Az arról beszél, hogy meg kell értenünk azt, hogy hogyan inspirálja, vagyis vezeti a technológia, a geopolitikát, és a geopolitika a technológiát. Én nem tudom, hogy ez felfogja mindenki.
És nem azért, mert hogy azt gondolom, hogy az emberek ostobák, csak esetleg nincsenek tisztában azzal, hogy mit jelentnek ezek a fogalmak. A geopolitika úgy tud fokozatosan terjeszkedni, azok, akik uralják és irányítják a világot, úgy értem, hogy terjeszkedni, hogy nagyobb hatást gyakorolni a különböző régiókra, meg úgy összességében véve a világra, ahogyan a technológia azt lehetővé teszi. Ezért nem volt világbirodalom a rómaiak idején, mert nem lehetett fenntartani azt. És csak arra fogunk emlékezni, hogy 2021-ben beléptünk egy digitális társadalomba. Amikor az ember elvesztette a digitális személyazonossága fölötti hatalmat. Of their digital identity. Finish him! Szóval arra fogunk emlékezni csak, hogy 2021 volt az év, amikor elvesztettük a hatalmat a digitális személyazonosságunk fölött. Ez egyébként World Policy Conference, ami világ azért, mert nem úgy kezelnek minket, mint emberek. Don't treat us as a human. They don't treat us as a human. They treat us as a consumers. Hanem úgy kezelnek minket, mint fogyasztók. So we are consumers for them. Számukra mi fogyasztók vagyunk. And consumers don't have feeling, consumer don't care whether you have family or not. És az a fogyasztókat ilyen esetben nem érdekli, hogy van családja, meg semmi egyéb ezekkel kapcsolatban. Ez a virtuális tér, ahol a gyerekek játszák a játékokat, és számos órát eltöltenek ott naponta. És mi azt gondoljuk, hogy vesztegetik az idejüket, de mikor ők beszélnek erről, akkor azt mondják, hogy apa, te csak nem érted ezt az egész. What I'm doing is actually living on the next generation evolution of the internet. És én azt mondják ők, hogy én már az internetnek egy új generációjában élek. The metaverse is internet 3.0. És a metaverzum, ez az internet 3.0. És ami nincs benne ebbe a metaverzumba, az nem létezik. És itt térhetünk vissza ez a Covid dologhoz, a társadalom már most kezd szétválni. Van egy kis rész a társadalomban, akit nem érdekel, hogy részt vegyen ebben az egész színjátékban, meg az álomvilágban. De a többség az nagyon szívesen él a hazugságban, és tart ez a metaverzum. És nincsen alternatívája ennek a metaverzumnak. Nincsen egy B terv. Csak A terv. And because those countries that they are hosting those companies have. És azok az országok, ahol ezek a társaságok tevékenykednek, míg a Google, Apple, azoknak nincsen semmiféle érdeke, hogy változtassanak a jelenlegi állapotot. Szóval, hogyha nem, az országod nincs benne ebbe a felhőbe, ami a metaverzum, akkor az az ország nem létezik. Because democracy basically means government by the people. Of the people, for the people. But the people are retarded. Azt legalábbisan látjuk, hogy akik nincsenek beoltva, azok életveszélyben vannak. Tehát megdöbbentő, tragikus, egész családokat lehetetlen helyzetbe hozó híreket kapunk. Családfő meghal, anyuka élethalál között. Fear will keep the local systems in line. A gyerekek is súlyosan betegek, és nincsenek beoltva. Ehhez hazudtunk reggel, éjjel, meg este. Tehát ennek legalábbis egybehangzóan azt mondják, hogy a második oltás után 4-6 hónappal az oltásnak a védőereje, a védereje, az gyengül. Védereje. Jelenleg az egész földgolyón egy gyógyszer kísérlet zajlik. Ezért a harmadik oltás fölvétele az indokolt. Nem tudok más mondani, mint hogy én magam is fölvettem. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Második oltás után fölvettem a harmadik oltást is. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Nem is kaptam el egyelőre ezt a vírust, vagy ha el fogom kapni, akkor remélem, hogy nem dönt le a lábamról. A virológusok esküsznek arra a tére, hogy a harmadik oltás utáni védettségi szint az jóval magasabb, mint a második oltás. Hát persze. Hazudtunk reggel, éjjel, meg este. Utáni védettségi szint, és te. És hogyha ők esküsznek, akkor azt tuti úgy is van. Természetesen sokkal magasabb, mintha nem lennénk egyáltalán beoltva. Baj, oka az az, hogy még mindig nincs mindenki beoltva. Ha mindenki be lenne oltva, nem lenne negyedik hullám. Vagy ha hullám lenne, az inkább csak hullámocska lenne.
És akkor valakinek kérdése van, javaslata vagy hozzászólása, megtalál minket ezeken az elérhetőségeken, és egyben lehetősége van mindenkinek arra, hogy amennyiben hasznosnak találja a munkánkat, hozzájáruljon ahhoz. Így még több emberhez el tud jutni az információ, és nem csak egy oldalú lesz ez a folyamat.